szerintem ilyenkor 4 órakor ilyen matiné hangulatot lehet csinálni. Tehát az, hogy így inkább arra megy ki a dolg, hogy így leülnek, ülnek a fűbe, még nem buliznak, nem nincsenek berúgva, de viszont hallgathatják a dalokat, és figyelhetnek a szövegre, és próbáltam úgy is énekelni, hogy inkább értetőbb legyen a szöveg, mint hogy össze-vissza üvöltözzek. Szerintem így a dalaink az ami így viszi a hírét a zenekarnak. Szóval most már van sok olyan dalunk, amit mondjuk vidéken is ismernek, és hogyha több okból részben ilyen. Részben amiatt is, hogy az MR2 rádió játszik minket, de azért nem csak amiatt, mert annyit nem játszik, szóval, hogy igazából így elterjedt, tehát, hogy így letöltötték, meg megismerték a fiatalok, és akkor így már tudunk vidékre is menni úgy, hogy még ilyen szerényebb klubkoncerteket, de már egyáltalán van értelme így nekünk így megmutatni magunkat, szóval ez már több, mint egy ilyen nem a mi, meg a kis körünk magánügy. Én azt szeretném, hogy ezt így, hát, hogy nyilvánvalóan, mint minden más zenekar, hogy ismeri az egész ország a dalainkat. Rég volt, elég megállj, csak járszál, csak járszál.